Utoljára megyei rangadón játszhatott hazai pályán az MB3-as labdarúgó bajnokságban szereplő Egerese még szeptemberben, majd október 4-én vesztesen távoztak a Tiszakécske csapatától. Ezután egy hosszabb kényszerpihenő következett az együttes számára, és két találkozót el is halasztottak. A tervek szerint a Balassa gyarmat elleni meccset november 18-án, a Füzes gyarmatit pedig december 10-én pótolják majd a csapatok. A 3 hetes kényszerpihenő után október 25-én vasárnap ismét hazai pályán szurkolhatott a közönség az Egeresének. Az MB3-as labdarúgó bajnokság 15. fordulójában a szintén megyei csapatot, a Gyöngyöst fogadták a Szent Mariai Tiborvárosi stadionban az egriek. A kezdő sípszó után 19 perccel a vendégek kapusának indításába fejjel próbált beleérni Vaskó és Molnár, végül egyenesen a zöldmezes Bartusz elé esett, aki Valkait és Nacsát kielőzve megszerezte a vendégek első gólját. Nem sokkal később a 27. percben megfogyatkozott az Eger, Vaskó Tamást állították ki. Az első hazai találat pedig ezután érkezett. Nemes beadását Valkai fejelte be a Gyöngyös kapujába. Majd Bartusz ismét jól helyezkedett, Molnár le tudta neki passzolni, így újabb góllal lett gazdagabb a vendégcsapat. 2 perccel később pedig egy büntetőt ítélt a játékvezető az Egernek, amit Gresó értékesített. 2-2-es döntetlennel fordultak a játékosok. Ezután még 2 gól született, először a csereként frissen beállt Egri Boros értékesítette Gresó beadását, majd a mérkőzés lefújása előtt 5 perccel Pölöskei volt még eredményes a hazai csapat kapuja előtt. Ezzel így 3-3-as döntetlen született a megyei rangadón. Az elején volt egy kiállítás, ami azért a mérkőzésnek a menetét meghatározta, még akkor is, ha azért tudjuk, a labdarúgásban azért el lehet tüntetni az emberfölényt. Ugye az Egerrel is tüntette, jól játszottak 10 emberrel is, azért gólt tudtunk szerezni, és azt gondoltam, hogy azért a mérkőzést megnyerjük 10 ember ellen, viszont azért a végén azt gondolom, még az 1 pontnak is örülhettünk. Bár a tabella a sok elmaradt mérkőzés miatt nem a valós állást mutatja, az Eger továbbra is az élbolyt erősíti az 5. helyen. Nagyon izgalmas volt, nagyon sajnálom, hogy a kiállítás döntően befolyásolt ennek a találkozónak a kimenetelét. Nagyon örömteli számomra, hogy utána is végig kontrolláltuk a játékokat, rengeteg létszámfőnyes szituációt dolgoztunk ki, gólhelyzeteket, de az ellenfél kapusa ma is lett formában védett, és éppen ezért megakadályozta azt, hogy ez egy könnyű győzelem legyen. Annak ellenére, hogy a játékosok 3 hete nem léptek pályára, az erőállapotukkal, a mutatott játékkal maximálisan elégedett voltam. A folytatásban Magyar Kupa mérkőzés következik az Egerese számára az MB2-es Vasas FC ellen október 28-án szerdán a Szent Mariai Tiborvárosi stadionban. Az MB3-as bajnokság 11. fordulójában pedig a Tiszafüred vendége lesz az Eger november 1-én.